A Píron egy lakásban lakik a baloldal erzsébetvárosi polgármesterjelöltje a néhány napja korrupció gyanújába keveredett önkormányzati képviselőjelölttel. Garabics Károly egyéni képviselőjelöltről kedden a Magyar Nemzet között kompromittáló hanganyagot a szerinte manipulált felvételen a lopás technikájáról és hamisított rendőrigazolványokról beszél. A hvg.hu derítette ki, hogy ugyanabba az ingatlanba van bejelentve, ahová Farkas Ferenc a polgármesterjelölt is. Zárt ajtókat találtunk ma az Együtt Erzsébetvárosért Egyesület irodájában. Ez a szervezet indította elnökét, Garabics Károlyt a körzet egyéni képviselőjelöltjeként. A Demokratikus Koalíció, majd az MSZP és az Együtt PM is mögé állt keddig. Akkor jelent meg ez a cikk a Magyar Nemzetben. A baloldal jelöltje lopni tanít címmel. Egy szerintük 2 éves hangfelvétel néhány részletét közölték, amelyen Garabics beszél. Mióta Hunvaldéknak megmondtam, lopni azt tud, aki profi a szakmájában. Az amatőr az megbukik, érted? Tehát az nem, és még egy, előre nem fogadunk el pénzt. Garabics a hanganyag szerint bántalmazta is Hunvald Györgyöt. Ezt Erzsébetváros volt szocialista polgármestere azóta már cáfolta. Garabics a felvétel alapján 3 hamis rendőrigazolványt is használ, és mindig számíthat egyik barátjára. Itt lakik a kerületbe. Olyan ember, te nem találsz még ilyet. Az irodaházam, ami akkor is 1 milliárd forintot ért, 4 évig a nevén volt, mert én képviselő voltam, nem akartam a nevemre venni, érted? Ebben a Murányi utcai házban él a felvételen említett barát. Garabics Károly nála lakik, legalábbis papíron. Ezt a hvg.hu derítette ki. Sőt, azt is megtudták, a baloldal erzsébetvárosi polgármester jelöltje, Farkas Ferenc is ide, ugyanabba az első emeleti ingatlanba van bejelentve. Ő ma nem ért rá nyilatkozni, tegnap szűkszavúan beszélt a HVG-nek. Hát ez egy magán dolog. Gyerekemnek fogom megvenni közösen, gyerekem is oda van bejelentve, úgyhogy ennyi a története. Garabics Károly erzsébetvárosi vállalkozó, aki korábban a Fidesz kerületi alelnöke volt, miután összeveszett a szocialistákkal. 1994-ben még az MSZP támogatásával lett önkormányzati képviselő. Most arra szólította fel a Fidesz, hogy távozzon a közéletből, és az őt támogató baloldali pártok is elhatárolódtak tőle. Azt gondolom, hogy akik ott laknak vagy politizálnak, azok tudhatták, hogy kivel állnak szembe, hogy miért nem szóltak, miért kötöttek ilyen kompromisszumot, fogalmam sincsen. Garabics Károly szerint lejárató kampány folyik ellene, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a szerinte összevágott és manipulált hanganyag miatt. Azt mondta, egyelőre nem akar kamera elé állni, de mindent tagad. És szerinte nincs abban semmi különös, hogy egy lakásban vannak bejelentve a polgármester jelölttel, akivel gyakran együtt focizik. Amúgy független jelöltként továbbra is versenyben marad az önkormányzati választáson.